2024. január 1-től az elektronikus számlázás kötelező lesz minden a vállalkozások közötti tranzakciókban, tudatták még az év közepén a lakossággal. Márcsia Bolos pénzügyminiszter akkor úgy fogalmazott, hogy az elektronikus számlázásról szóló határozat hatalmas lépés lesz a csalás elleni küzdelemben. A pénzügyminiszter úgy véli, hogy ez egy értékes eszköz az áfacsalási láncok valós idejű nyomon követésére, ami nagyon fontos szempont az adóbehajtás növelésére és az állami költségvetés védelmére irányuló erőfeszítésekben. Az a tény, hogy az elszámlázás pontos és ellenőrizhető nyilvántartást biztosít a kereskedelmi tranzakciókról, megkönnyíti az ellenőrzési folyamatot is. Ez biztosítja, hogy a tranzakciók megfelelnek az adószabályoknak, és nem családmódon manipulálták őket. Szerinte a kötelező elszámlázás bevezetése kiküszöböli a hamis vagy párhuzamos számlák használatának lehetőségét, mivel minden egyes tranzakciót rögzítenek. Január 1 tehát, aki jogi személynek számláz az e-faktúra platformot kell használja, ez az energiaszolgáltatókra is vonatkozik. A szolgáltatók azonban tanácstalanok, ugyanis az adóhivatal és az szabályozó hatóság által kidolgozott a számlázásra vonatkozó szabályozást nincs összhangban. Vannak kötelező információk, ugyanis amit fel kell tüntetni a számlázások során, ezek pedig az e-számlán nem lehetségesek. Jelenleg egyeztetés alatt áll a kérdéskör. Ha nem találnak mindenre gyors megoldást, akkor valószínűleg nem fognak számlázni a jogi személyeknek. A lakosság részéről nagyon sok negatív visszajelzés éri az energiaszolgáltatók számlázását. Sokak háborognak amiatt, hogy az elmúlt két évben össze-vissza kapták meg a számlákat, amelyek sosem találnak a villanyórával, és a kiszámlázott összegek meg sem közelítik sok esetben a valóságot. Sokan értetlenül nézik a kapott számlákat, a legtöbb esetben pedig nincs kihez fordulni, nincs válasz.